Köszöntöm nagyon sok szeretettel a kedves televízió nézőit. Önök az Ébredés című műsorunkat látják. Minden hétfőn reggel 9 órakor és este 10 órakor megismételjük. Köszöntöm nagyon sok szeretettel Bacsó Benjámin lelkipásztor testvéremet, aki elfogadta meghívásomat és itt lehet a televízióban. Köszönöm szépen a meghívást! Szeretném megkérdezni, hogy valami olyan kedves igéd, amely szívedhez nagyon közel áll, hogyha azt megosztanád velünk és a kedves nézőkkel. Az utóbbi időszakban nekem nagyon sokat jelent a Dániel könyvének 11. részéből a 32. versnek a B mondata, ami így hangzik, hogy ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Sokat mond nekem, mert hogy előtte és utána olyan szövegkörnyezetben szerepel ez a mondat, ami arról szól, hogy milyen nehézségei lesznek a választott népnek. És amikor ezeket a verseket olvasom, és ezt a félmondatot ott találom, akkor ez engem is bátorít. Három dologban biztosan. Az első dolog az az, hogy az Istenét ismerő nép, azt gondolom, hogy ma egy olyan világban élünk, amikor egyre jobban kell ismernünk Istent, egyre jobban kell tudnunk az ő akaratát, egyre világosabban kell látnunk, hogy merre akar bennünket vezetni. Nagyon érdekes ezt az igeverset az ószövetségi igékkel összevetni. A Bírák könyvének az elején olvassuk azt, hogy amíg Józsué élt, addig, és a vezetők is éltek, addig a nép az Isten útján járt. Aztán azt olvassuk, hogy de meghalt Józsué, meghaltak a vezetők, és a nép elfordult Istentől, mert nem ismerték őt. Szóval, hogyha ismerem Istent, akkor valami egészen különleges kapcsolatban lehetek vele, és ebből a kapcsolatból sok-sok áldás származhat az ember életére nézve. Ha nem ismerem Istent, és nem adom tovább az Isten ismeretét, akkor annak az saját életemre nézve különféle veszedelmek jelennek meg, vagy veszedelmeket hozok. És ahogy így olvastam ezt az igeverset, az Isten kapcsolatból, vagy az Isten ismeretből fakad a bátorság. Ha ismerem Istent, akkor ebből fakad valamiféle olyan bátorság, ami megmagyarázhatatlan. Abból, hogy az Isten nagyobb, mint a problémám, nagyobb, mint a kihívásom, az Isten sokkal nagyobb, mint amilyennek egyáltalán el tudom képzelni, vagy el tudom gondolni. És ahogy olvasok róla, hogy egyre jobban megismerem őt, egyre jobban megismerem az akaratát, a szívemben egy bátorság keletkezik. És ebből a bátorságból két dolog következhet. Az egyik az, hogy frusztrált leszek, mert nem merek cselekedni. A másik meg az, hogy a bátorságomból következik az, hogy megmerem tenni azt, amire Isten hív, az, ami az Isten akarata. És ahogy ezt a mondatot olvasom, ez nekem nagyon sokat jelent. Az Isten ismeretből bátorságot nyerni, és ebből a bátorságból egy cselekvő, kezdeményező életmódot élni, azt gondolom, hogy erre vagyunk elhívva mi keresztények. Ez az az igevers, amit én nagyon, nagyon szeretek az utóbbi időben, és nagyon sokszor emlékeztetem rá magamat, hogy is működik ez. Nagyon jó, amit mondtál. Az én számomra csak azt hadd erősítsem meg, hogy Dániel egy különleges kedvenc olyan szereplő a Bibliából, aki hát nincsen róla bűn leírva Dánielről, még a nagy Ábrahámnak is, vagy bármilyen elődöknek, nagy embereknek is van a Biblia mindig nagyon hiteles bűnt megosztott velünk, de Dánielről nem ír. És nagyon komolyan vette mindig az Úr dolgait, és hát több király életében is valóban hűségesen szolgált, és hát még a fogságban is, tehát kitartó volt, és kimert állni akár a királlyal szemben is, hogy nem akarta a király ételét és borát inni, hanem ő azt mondta, inkább zöldségeket adjanak az ő számára, és a végén, amikor próbát megállták, szebben néztek ki 10 nap múlva, és csodálatos volt, hogy megengedte az ő tisztartójuk, hogy hát valóban akkor így étkezzenek, és hát bölcsebbek voltak 10-szer a káldeusoktól, amikor a király meghallgatta őket, és
de ezért nagyon kedves számomra Dánielnek az élete, története, amit hát tudunk őróla. Azt szeretném megkérdezni, hogy hát hol születtél, és hogy hol töltötted a gyermek éveidet, hogyha ezt megosztanád velem. Nagyon szívesen. Én Kisvárdán születtem, és tulajdonképpen Demecserben, ez egy kisváros, Kisvárdától egy néhány kilométerre, ott nőttem fel, középiskolába is ott jártam, és tulajdonképpen az egész gyerekkorom ehhez a kisvároshoz kötődik, ami igazából egy tényleg egy kis település, 5000-nél kevesebb lakosa volt, és ott a barátaimmal együtt ott jártunk el focizni, hála Istennek közel laktunk a focipályához, úgyhogy jó lehetőségeim nyíltak arra, hogy jókat játszak, és nagyon meghatározó barátságok onnan datálódnak a gyerekkoromból. Ma is tartom velük, ezekkel a barátaimmal a kapcsolatot, az egyik ők éppen Németországban él, a másikójuk éppen itt Budapesten, de meghatározó, mert együtt játszottunk, és nagyon sok közös élményünk van. Úgyhogy én onnan indultam el ebből a kis hát községből, aztán később város lett. És a kedves szüleid, azok istenfélők voltak, vagy te külön tértél meg, amikor még ők nem, tehát vagy... Ez egy nagyon, nagyon hosszú történet, hát hogyha valamennyire, igen, hát igen, megpróbálom összefoglalni röviden. Tulajdonképpen, amikor én már megszülettem, akkor a szüleim már hívők voltak, tinédzser korukban megtértek. Azt kell tudni a családomról, hogy az én nagypapám apai részről, ő egy nagyon komoly, hát mondjuk így, hogy függőséggel, alkoholizmussal küszködött, és nagyon sok nehézséget okozott az én édesapámnak, az ő testvéreinek, és tulajdonképpen nagymamám volt az, aki nagyon sokat imádkozott érte, ő volt az, aki az édesapámmal együtt és az ő testvérével együtt elment a Demecserben induló kis gyülekezetbe, és ott értek meg, ott ismerkedtek meg édesanyámmal, és ott indult el az ő kapcsolatuk. Elég sok szenvedés, nehézség jutott édesapámnak és az ő testvéreinek, meg nagymamámnak, viszont nagyon bátorító volt az, amikor nagymamám évtizedeken keresztül imádkozott nagyapámért, hogy térjen meg, és 60 éves kora környékén jutott nagyapám oda, hogy megtért és bemerítkezett, és azóta azt gondolom, és ezt többször átbeszéltem már, foglalkoztam egy időben olyanokkal, akik különféle szenvedélybetegségekkel küzdöttek, és nekik is elmondtam azt, hogy soha nincs késő, hogy Isten bármelyik életszakaszban és pillanatban be tud avatkozni az életünkbe, és 60 évesen is megváltozhatunk, megváltozhat a gondolkodásunk, megváltozhat az életvitelünk, tehát nincs késő, nem lehet lemondani. És onnan indultam én, láttam nagyapámnak a bemerítkezését, és tulajdonképpen én úgy jutottam hitre, hogy egyedül voltam a szobámban, és szólt egy dal, aminek az volt mindegy, a zenekarnak a neve annyira nem lényeges, de hogy arról szólt a dal, hogy a folyó két oldalán lehet állni az egyik, és van egy híd, amin át lehet menni. És én a folyónak azon az oldalán állok, ahol nagyon sokan mások, a barátaim, az ismerőseim, de hogy a folyónak a másik oldalán, ott a híd végén van valaki, aki kitárt karokkal vár rám, és hív engem. És én ahogy így ezt a dalt hallgattam, az a kép jött elém, és játszódott le bennem, hogy rálépek a hídra, de a hídon nem lehet megállni. Nagy a sodrás, viszi el a hidat, és valamerre el kell indulnom, lépnem kell. És akkor értettem meg azt, hogy ez igazából rólam szól, hogy én küszködök magammal, magamban, azzal, hogy mit fognak szólni a barátaim, hogyha hinni fogok, ott fognak-e hagyni, nem fognak ott hagyni, mi lesz a kapcsolatainkkal. De hát ott van az a valaki, aki meg már nyilván tudtam, mert hogy a gyülekezetbe jártam, vár rám. És megértettem, hogy nekem lépnem kell, és tulajdonképpen ott született meg bennem az a döntés, hogy én Jézus Krisztust akarom követni.
És aztán jó néhány év kellett hozzá, és egy nagyon nagy belső küzdelem révén aztán eljutottam odáig, hogy aztán később beismerítkeztem. Igen. És testvéreid voltak, vagy vannak, tehát? A kérdés abszolút jó, mert hogy egy húgom van, aki Debrecen környékén él, Mikepércsen, és a szüleim egy időben voltak nevelőszülők. Igen? Tehát, hogy igen, ők nevelőszülőként segítettek néhány gyerkőcön, akik igen nehéz helyzetbe kerültek, és elevenen él bennem ez az emlék is. És aztán így, ha visszanézek az elmúlt időszakra az életemben, akkor ez elég markánsan meghatározott bizonyos döntéseket az életemben. Az, hogy láttam, hogy a gyerekek milyen körülmények közül érkeznek, láttam a szüleimet segíteni, láttam, hogy a segítés az fájdalmas dolog, de láttam, hogy megéri. Láttam, ahogy a gyerekek elkezdenek kinyílni, láttam azt is, ahogy tulajdonképpen új lehetőségeket, esélyt adnak. És ennek aztán a későbbi időszak során, mint kiderült, én is egy kicsit a részese lehettem. Megadatott az a kiváltság, hogy egy nevelőszülői hálózatnak az alapításában részt vehettem, és egy másiknak meg az elindulását segíthettem. Úgyhogy ez a vonal, ez elég meghatározó lett az életemben. Igen, hát ez nagyon jó, mert nagyon sok mindent láttál már, a szüleid is, ahogy szolgáltak, beálltak a szolgálatba, és tényleg olyan dolgokat tettek, ami nagyon fontos a hívő ember életében, amikor segítő szándékkal állunk emberek mellé. Még az előbbi dologhoz hadd erősítsem meg, mert nekem is hasonló elődeim voltak, akik az iszákosság területén eléggé belemerültek, és hát már így a dédnagyapám is, és hála Istennek, hogy utána hát Isten bennem is végezte a dolgot, hogy hát teljesen lemondjak, és semmi szeszes italt ne égyek. Noha a feleségem kiskőrösi, és hát a apósom, ő hívő ember volt, csak hát ott nagyon sok szőlő van, és hát így a szakszövnek leadták vagy a szőlőt, vagy a bort, és hát amikor megnősültem, 142 hektoliter boruk volt a apósnak, és hát valóban Isten engem is munkált, hogy hát teljesen mondjak le, mert nekem is van olyan szolgálatom a Váci kórházban, amikor jönnek ilyen szenvedélybetegek, és akkor hát soknak pont az a problémája a pszichiátriáról, hogy hát iszákosság, depresszió, különböző ilyen helyzetek, és hát ez kell, hogy ott kapjanak olyan megoldást, amiből ki tudnak jönni, és hát az idén különös módon hát sok ilyen embert vezethettem az Úrhoz, meg szabadultak meg az Úr kegyelméből. Hála Istennek! Szeretném megkérdezni, hogy a iskoláidat hol végezted, vagy milyen irányban indultál el először, hogy a tanulmányaidat, hogy mi szerettél volna lenni, tehát hogyha erről is megosztanád a véleményedet. Én, ahogy mondtam, Demecserben nőttem fel, és ott is jártam gimnáziumba, és volt egy magyar tanárom, aki tudta rólam, hogy én a szüleim hívők, és én is eljárok gyülekezetbe, és mivel Bacsó Benyáminnak hívnak, a naplónak az elején vagyok, és ugye elsőben, már gimnázium első évében ugye a Bibliával kezdődik a magyar tananyag, és hát ugye gyakorlatilag mindig a Bacsóig jutott el, és így Bacsó felelte Bibliából, és hát tetszett nekem az egyik lány az osztályból, akit Barbarának hívtak, és később a feleségem lett, és úgy hívták ezt a magyar tanárt, hogy Mária néni. És Mária néni egy időben elkezdte mondogatni, hogy Bacsó magából egy jó kis nősülős pap lesz. Hát bennem meg beindult ugye egy ilyen reflex, hogy na, az biztos, hogy nem. És nem tudtam, hogy mi akarok lenni, csak tudtam, hogy az biztos, hogy nem. Édesapám is elvégezte a teológiát közben, és
Javasolta, hogy nem biztos, hogy rossz lenne nekem, vagy talán előnyös lenne, hogyha ebbe az irányba indulnék el. Én viszont azt láttam, hogy hát jó a teológia, viszont én szeretnék valami más tanulni, nem akarok lelkész lenni, ezért a Debreceni Egyetemre iratkoztam be, törítés földrajzot tanultam, és ilyen töri földrajz szakos tanárnak készültem, és tulajdonképpen az egyetem első évének a végén elkezdtem nagyon furcsán érezni magamat. Úgy éreztem, hogy valami hiányzik az életemből. Valami hiányzik, és nem tudtam rájönni, hogy mi az. Aztán, ahogy itt csendességet tartottam, imádkoztam, és nagyon sokat gondolkoztam, az a érzésem, látásom támad, hogy hiányzik az, hogy a helyemre kerüljek. És mivel nekem volt egy érvényes felvételim, még a gimnázium utánról a Baptista Teológiai Akadémiára, ezért az egyetem első éve után beiratkoztam oda is, és párhuzamosan végeztem az egyetemet és a teológiát. És tulajdonképpen aztán így haladt az életem, és most pedig ugye a doktorimat fejezem be lassan. Azért lassan, mert én úgy gondoltam, hogy már készen vagyok. A témavezetőmnek oda is adtam a általam elkészített disszertációt, de ő azt javasolta, hogy még tegyek bele egy röpke 80 oldalt, úgyhogy még van. Na, erről nem is tudtam, jó, hogy említetted, hogy hát doktorátust is le akarsz tenni. Igen, két irányban vannak ilyen irányú tanulmányaim, az egyik az egyháztörténelem, a másik pedig neveléstudomány, és akkor ez a két dolog, ez eléggé meghatározza a gondolkodásomat, meg az életemet is most jelenállás szerint. Úgyhogy hát igen, ezek voltak a tanulmányok. Közben tanultam közgazdaságtant, mert Debrecenben olyan helyzetben voltam, hogy a gyülekezetben éppen akkor jöttek létre különféle intézmények, egy iskola, egy nevelőszülői hálózat, és én voltam az, aki egy darabig a fenntartónak a képviselője volt, és akkor sok olyan kérdéssel szembesültem, amelyek már ilyen gazdasági jellegűek voltak, úgyhogy egy kicsit így a közgazdasági oldalt is mellé tettem ezeknek a dolgoknak, úgyhogy hát ezek a képződéseim, vagy ezeken a helyeken Igen. tanultam. Tehát akkor már ezt nem is gondoltam volna, hogy édesapád is elvégezte a teológiát, és hát téged is bátorított, és a végén hát elindultál, de bizonyára hát Isten is meggyőzött afelől, hogy neked ebbe az irányba kell, hogy menjél. Igen, hát ez egy nehéz kérdés volt, mert ahogy mondtam, nem nagyon akartam lelkipásztor lenni, és azért elég döcögős volt. Tehát, hogy én nem egy baptista közösségből származom, és nem is egy baptista gyülekezetben tértem meg. Igen, mert az a kis község, ahol vagy város, most ott már ugye kis volt. Város, ott nem volt baptista gyülekezet. Ja, értem, igen. És tulajdonképpen én ott tértem meg, és aztán, amikor a teológiára kerültem, akkor én nagyon hálás vagyok, és az egyik mentoromnak tartom Berecki Lajost, aki Debrecenben, igen, akkor a lelkipásztor volt Balogh Barnával együtt, és én úgy kerültem oda teológusnak, hogy Lajos lesz értem a felelős. Szerintem még ő se tudta, hogy mit vállal akkor, de hogy elvállalta, és ezért én nagyon becsülöm őt, és tulajdonképpen, amit a lelkipásztorlás gyakorlati oldaláról tudok, teszek, ahogy teszem, azt nagyon sok dolgot tulajdonképpen tőle tanultam meg. És ilyen szempontból nagyon becsülöm őt. Ő volt az, aki tulajdonképpen mindig kiállt mellettem, értem, bátorított, tényleg egy ilyen igazi mentorként viselkedett, és amikor pedig szükségem volt rá, akkor pedig megadta nekem a teret. Tehát, hogy adott szabad kezet, lehetőséget arra, hogy döntsek én is, próbálkozzak. Ha valamit rosszul csináltam, akkor pedig nagyon ügyesen, ez kifejezetten ügyesen tette, hogy olyankor mindig leült velem, átbeszélte, hogy Benjamin, itt vannak azért dolgok, amiket érdemes másképp csinálni, és ezért én nagyon hálás vagyok neki. Úgyhogy onnan, tulajdonképpen onnan kaptam egy nagyon jó lehetőséget, és mivel ez egy nagy gyülekezet volt, Igen.
és most is egy nagy gyülekezet, ezért nagyon sokféle lehetőségben, nagyon sok lehetőségem volt különféle területekbe belelátni, úgyhogy abban a kiváltságos helyzetben érzem magamat, hogy a Debrecenben töltött közel 10 évben tulajdonképpen nem volt olyan terület, és nem volt olyan életszituáció, amivel ne találkoztam volna. De hogy vissza a kérdésre is válaszoljak, tulajdonképpen Isten először úgy bátorított ebbe az irányba, hogy a teológiára indított. Ezt a hiányérzetet már mondtam, és ezt a hiányérzetet, ezt az űrt, ezt tulajdonképpen a helyreállásommal sikerült betölteni. A másik ilyen nagyon pozitív lépés az az volt, amikor Debrecenbe kerültem, és Lajos sokat foglalkozott velem, beszélgetett velem. És a harmadik lépés pedig az volt, amikor a teológián tulajdonképpen ilyen döntési helyzetbe kerültem, hogy én tényleg baptistaként képzelem el magamat, vagy sem. És addigra már letisztázódott bennem, hogy a baptista hitvallással értek egyet, és a magam habitusa és a magam hozzáállása az a baptista közösséghez hív és visz engem, és tulajdonképpen én ilyen meggyőződéses baptista vagyok, mert nem ebbe a közösségbe születtem, de nagyon szeretem ezt a közösséget, és nagyon szeretem azt, hogy a közösségünk működik. Persze hát itt is vannak hiányok, meg Így van. tökéletlenségek, meg nehézségek, de hogy alapvetően egy nagyon pozitív dolgot látok az egyházban. És kifejezetten nekem nagyon pozitív volt az, amit Debrecenben kaptam. Tehát, hogy azért azt is el kell mondanom, hogy Debrecenben, hogyha még egy dolgot meg kell említenem, ami a lelkipásztori szolgálatban Igen. benne tartott, vagy ebbe az irányba vezetett, akkor az egy-két történettel jól illusztrálható. Az egyik dolog az volt, hogy volt egy barátom, aki még mindig a barátom, most ő Írországban él, és ő nagyon, amikor elsős teológusként oda kerültem a gyülekezetbe, igét kellett hirdetnem. És akkor hát eléggé nem úgy sikerült, ahogy az várható lett volna, és akkor oda jött és kérdezte, hogy ez mi volt? Ez mi volt? És akkor mondta, hogy hát el kéne ezen a dolgon gondolkoznom. De aztán bátorított, hogy lesz ez jobb is. És aztán az ajtóban, amikor a testvérek mentek ki egy-egy ige hirdetés után, odajöttek, megfogták a kezemet, és azt mondták, hogy ez jobb volt, mint az előző heti. És nagyon sokat bátorítottak. Aztán pedig ott volt ez a másik dolog, amikor nagyon szerettek. Tehát, hogy nagyon szerettek, és nagyon sok mindent elnéztek nekem, és kölcsönösen formáltuk egymást a gyülekezettel. Nagyon szerettem azt, ahogyan a gyülekezetben ezt a bátorítást és intést végezték. Ma is jókat mosolygok rajta, amikor valaki azt mondta nekem, hogy de Benyámin, hát egy lelkipásztor a szószékre fehér ingbe megy fel, mert rajta világos kék ing volt. És akkor azután, hogy ez ne legyen probléma, akkor fehér ingbe mentem fel. Vagy hogy amikor nagyon nehéz volt a szolgálat, mert egyedül maradtam Debrecenben, a 500 fős gyülekezetben, akkor ezek a testvérek imádkoztak értem, bátorítottak engem, és szerettek. Ez óriási, óriási dolog volt. Úgyhogy az, hogy a szolgálatban benne vagyok, az nagyrészt annak köszönhető, hogy a Debrecen gyülekezetben voltak olyan testvérek, akik bíztak bennem, támogattak, szerettek, Igen. és ezen, ezt azt gondolom, hogy ez Isten akarata volt, és valahogyan azt akarom ezzel csak kifejezni, hogy ugye azt mondja a Bibliánk, hogy arról ismer meg bennünket a világ, hogy Istenhez tartozunk, hogy egymást szeretjük. Szeretjük, És hát ugye a lelki pásztor, aki tulajdonképpen nagyító alatt éli az életét, és ott a szószéken a családjával, ráadásul kezdő lelki pásztor, fiatal lelki pásztor, sokat hibázik, hát én is sokat hibáztam, és hogy ennek ellenére, vagy ezzel együtt tudtak szeretni, ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó bizonyság volt kifelé, és egy nagyon jó bizonyság volt felém is. Persze, hát voltak nehezebb testvérek is, de hát őket meg úgy szeretjük. Igen. És azt szeretném kérdezni tőled, hogy a kedves feleségedet, ha hogy ismerted meg, hol ismerted meg, tehát, hogy
Hát a Barbie-val egy osztályba jártunk, és Igen. hát úgy történt a dolog, hogy amikor az általános iskola után az első szeptember következett, tehát gimnázium első évfolyam, első nap, én már bent ültem a teremben, beszélgettem a barátaimmal, akik szintén odajöttek, és hát becsengettek már, és csengő után késve érkezett meg egy gyönyörű fiatal hölgy. Azt már sejthettem volna, hogy a késés az jelez valamit, de hogy beérkezett, és nekem nagyon megtetszett akkor. Összeszedtem minden bátorságomat, és egy év múlva írtam is neki egy SMS-t, hogy hát, hogy én vagyok, és hogy nekem ő tetszik. De hát erre ez aztán nem működött ez a dolog. Hát nyilván 15 éves voltam, és nagyon-nagyon izgultam, nagyon ügyetlenkedtem. Igen. És aztán az történt, hogy aztán a második évben már olyan bátor voltam, hogy már mertem megszólítani is, és aztán mertünk beszélgetni. És hát én eléggé, ezt mondtam, hogy ügyetlenül udvaroltam, ezt én ma is sokszor elmondom, hogy milyen ügyetlen voltam a gyülekezetben is, hogy odaültem a Barbie mellé, és azt mondtam neki, hogy na Barbie, akkor beszélgessünk. És amikor ugye ezt az ember kimondja, ott hal meg a beszélgetés. Igen. Úgyhogy voltak kínos pillanatok, de hát valahogy Isten úgy akarta, hogy kölcsönösen formáljuk egymást, és aztán a érettségihez közeledve a Barbie-ban megindult egy ilyen folyamat Isten felé. Ő nem keresztény családból származott, de a szülei hittek. És Barbie-ban is elindult egy ilyen folyamat, és Isten arra használt engem, hogy ezt a folyamatot katalizáljam, és közelebb vezessem őt Istenhez. És hitre jutott, megtért, és aztán majd össze is házasodtunk. De hogy ugye az is egy izgalmas kérdés, hogy hogyan indult a párkapcsolatunk. Hát én ezekben a beszélgetésekben megkérdeztem Barbit, hogy és Barbie, járnál-e velem? És Barbie azt mondta, hogy nem. És akkor ugye, hát ilyenkor megsértődik az ember, bántja a büszkeségét, hát mi az, hogy nemet mond, és miért mond nemet. Aztán eltett néhány hét, feloldódott ez a feszültség, és újra elkezdtünk Barbie-val beszélgetni. És akkor mondtam neki újra, hogy hát nagyon tetszik nekem, hát nem-e járnál velem? Barbie újra mondta, hogy nem. És akkor nem értettem, hogy mi a baj Barbie-val vagy velem, és aztán eltelt még egy kis idő, újra elkezdtünk beszélgetni, megint elfelejtettem, hogy na hát, megint kosarat adott, és harmadszor is megkérdeztem, és Barbie, járnál velem? És harmadszor is azt mondta, hogy nem. És akkor elgondolkoztam, hogy valami nem oké, és az történt, hogy elkezdtem imádkozni. És odáig jutottam az imádságaim során, hogy azt mondtam, hogy Istenem, ha ez tőled van, akkor jó, de én most már belefáradtam. Nem akarok olyan szekér után futni, ami nem vesz fel. Akkor én elengedem, leteszem, legyen úgy, ahogy te akarod. Ez most már a te dolgod. És amikor ez megtörtént, akkor újra szabadnak éreztem magamat, és elérkezett az az időszak, amikor ismét eltelt néhány hét, és újra elkezdtünk Barbie-val beszélgetni, és hát akkor újra kérdeztem, hogy Barbie, járnál-e velem? És Barbie akkor meg azt mondta, igen, legnagyobb meglepetésem, igen. És hát tulajdonképpen így indult el, hogy elkezdtünk járni. Ez sokat segített abban, hogy tulajdonképpen Debrecenbe hárman mentünk abból a négyen, bocsánat, négyen mentünk abból a középiskolából, és azért mi hárman tartottuk a kapcsolatot egy másik lányal, akit Marcsinak hívtak, és mind a mai napig közel áll hozzánk. És tulajdonképpen ott az egyetem alatt kezdett ez a kapcsolat igazán megerősödni és kibontakozni. Aztán eljegyeztem, és 2010 márciusában elvettem feleségül. Vagy én úgy is szeretem mondani, hogy Barbie hozzám jött. Igen. Azért mind a mai napig nagyon meglepődöm rajta, hogy olyan fiatalon, ő volt az első, aki annyira bízott bennem, hogy azt mondja, hogy Benjamin, én merek benned úgy bízni, hogy ahová te mész, oda megyek én is,
és hogy jó felé fogod vezetni a családunknak a szekerét vagy az életét. És nagyon fiatal voltam, és nagyon becsülöm a feleségemet azért, hogy akkor ott olyan fiatalon úgy tudott bennem bízni. Úgyhogy így indult a kapcsolatunk. Igen, és ahogy hát vagy végezted a teológiát, vagy hogy ő is hát akart ebben támogatni, tehát melletted volt abban is, mert ez is azért egy meghatározó, hogy a feleség, tehát hogy támogasson abban, hogy lelki pásztor legyél, tehát igen, támogatott, fontos. Barbi, igen, támogatott. Nálunk van egy speciális megállapodásunk. Barbi nem nagyon szeret szerepelni, tehát hogy ő Igen. inkább a háttérben szeret ügyködni, de hogy neki az alapvető feladata, és ebben ő jól érzi magát, hogy a családi hátteret biztosítja. Barbi nagyon ügyesen terelgeti a lányainkat, miközben neki is van egy nagyon komoly munkája, Igen. és ő ebben jól érzi magát, és a gyülekezetben is így szolgál. Nálunk nincs ilyen, tudom, hogy sok gyülekezetben vagy a lelki pásztor feleség az, hogy csináljon ezt, vagy azt, vagy nem azt. Igen, Én igen. ezt elmondtam Debrecenben is, elmondtam itt Szada Veresegyházon, ahol most szolgálunk, hogy Barbie szolgál szívesen, de ő nem egy klasszikus lelki pásztor feleség, akit mindent mozgatni fog és mindent csinálni fog, hanem ő sokkal visszahúzódóbb, ugyanakkor nagyon kedves és nagyon vendégszerető. Szóval, hogy nálunk, Ez is fontos, így, igen. hát nálunk ugye van egy ilyen dolog, hogy pásztori vacsik, és akkor hát nálunk azért úgy hetente megfordul egy-egy házaspár, egy-egy család, egy-egy érdeklődő, egy-egy barát, tehát hogy a feleségem ebben nagyon ügyes, hogy ő készül ezekre, és egyébként rendkívül feszített élettempónkba. Ez az ő szolgálata, hogy nálunk azért meg lehet nyugodni, és mi is tudunk együtt Igen. másokkal közösséget építeni. És ő dolgozik valahol, vagy pedig Igen, a csak. feleségem dolgozik, igen, ő commercial manager a BT-nél. Úgyhogy ő is, igen, Igen. ő is egy. És akkor gyermekeitek születtek már, ahogy említetted, Igen, talán. És. három lányunk van, Bítia, Benita és Bereniké, úgyhogy ilyen Hú, nevekkel. a különleges neveket adtatok, igen. Igen, hát három szempont volt a névválasztásnál. Ritka, Igen. B betűs, és a legfontosabb, hogy szép jelentésű legyen. És ugye a Bíti azt jelenti, hogy Isten leánya, a Benita azt jelenti, hogy áldott, a Bereniké meg azt jelenti, hogy győzelmet hozó. Talán a Bereniké története a legizgalmasabb, mert amikor őt vártuk, akkor Barbie elment egy vizsgálatra, ahol kimutatták, illetve hát tudjuk ma már, hogy ez a vizsgálat elég pontatlan, de azt mutatta a vizsgálat, hogy dankóros lesz, ő a harmadik lányunk. És hát mind a két lánynál rendben voltak ezek az eredmények, nem értettük, hogy itt most mi a gond. És hát ez a probléma aztán úgy jelentkezett, hogy Barbie sírva jött haza a vizsgálat után, és mondja, hogy hát nem érti, nem tudja, mi legyen. És engem is lesokkolt. Hát ugye, hogyha az ember felesége sír, Így akkor ő van. is azért meglepődik rajta, és én is nagyon-nagyon nehéz volt ez. Ráadásul akkor a debreceni gyülekezettel éppen készültünk egy gyülekezeti táborba, és hát a tábor után kellett visszamenni a vizsgálatra, meg akkor ott adtak egy másik eredményt. És hát bennünk egy óriási békétlenség volt, hogy hát de a másik kettővel minden rendben, ha beteg a gyerek, akkor hogy viszonyuljunk hozzá, hogy legyen. És akkor elkezdtünk imádkozni, hogy Istenünk, ha beteg lesz, akkor adj erőt, hogy tudjuk felnevelni, hogy tudjuk segíteni, hogy legyen kapacitásunk erre. De hisszük azt, hogy te képes vagy egészségessé tenni őt. És ahogy így imádkoztunk, végül is a tábor végére, amikor hazajöttünk, mind a ketten megnyugodtunk, legyen meg az Isten akarata azt, amit ő akar, és legyen úgy, ahogy ő akarja. És elment Barbie a vizsgálatra, és a vizsgálat után így boldogan jött haza, hogy minden rendben van, a másik vizsgálat pontatlan volt, egészséges a gyerek. És akkor jött ez a név, hogy Berenike.
hogy az Isten győzelmet hoz, és a Berenik életében is, és ő nekünk a példa arra, hogy az Isten győzelmet hoz magunk fölött, mert mi készen voltunk arra, hogy ha beteg, akkor tudjuk szeretni, befogadni, mert hittük, hogy Isten ad erőt, tehát Isten bennünk egy óriási munkát elvégzett, és készek voltunk arra is, hogy és hittük, hogy Isten tud, ennek ellenére mégis egy új fordulatot hozni is megadta. Hát csodálatos. Nekem, vagy nekünk is 4 gyermekünk van. Gratulálok. 2 fiú, 2 leány. És pont az utolsó fiúnál volt úgy, hogy szólt a rádió, és Máté nevet akartunk adni neki, és akkor mondja a rádió, hogy Isten ajándéka, és hogy a jelentése. És akkor hát ezért így nagyon örültünk annak, hogy hát valóban ez az ő neve, és hát te is ahogy mondtad, hogy milyen fontos a nevek meghatározása, és különös módon hát én hallottam is erről, amikor egy testvér tanított, és a nevünket ezt nagyon sokszor hát kimondjuk, és nem mindegy az, hogy mi a jelentése. Szolgáltam egy gyülekezetbe, és akkor hát érintettem ezt a témát, mikor Isten új neveket adott az övéinek, és amikor szünet volt, odajött egy leány, és azt mondta, hogy Jenő testvér, én férhez szeretnék menni, de olyan nevem van, amely azt jelenti, hogy egyedül álló, és nem tudok férhez menni. És azért még jobb, ha meg is változtatja valaki a nevét, mert valóban a nevek meghatározzák az ember életét, mint ahogy Péternél is tudjuk azt, hogy Simon szélingatta nátszál, utána pedig Péter kőszikla jelentése. Tehát ezek a dolgok is nagyon fontosak az emberek életében, mint ahogy Ábrám és Ábrahám, abszolút, a népek atya. De sok-sok ilyen dolgról tudunk a Bibliában, és ez valóban nagyon jó, hogy ezt így elmondtad, mert ez egy meghatározó lehet egy ember életében a jövőjére nézve. Abszolút. Igen. És akkor a szolgálatotokat, amikor hát felavattak lelkipásztornak, akkor Debrecenbe kezdtétek meg? Igen, Debrecenben kezdtük el, igen. Mert akkor, mert én ismertem, vagy ismerem a akkori prédikátor testvért, és a Lajost, és akkor utána lettél annak a gyülekezetnek a prédikátora, vagy pedig még ott volt a másik testvér, úgy tudom, hogy akkor most Szegeden van az a testvér, akit mondtál, most a nevét hirtelen nem tudom. Igen. Balogh Barnának hívták. Igen, hát én 2007-ben érkeztem Debrecenbe. Igen? Igen, én 2007-ben érkeztem Debrecenbe, mint teológus. És aztán ott voltam, a következő évben ifi vezető lettem, aztán nem sokkal később ifjúsági pásztor lettem, aztán nem sokkal később lelkész lettem. És Lajos, hogyha jól emlékszem, akkor 2012-ben vonult vissza az aktív lelkipásztori szolgálattól. Igen. És akkor én egy évre egyedül maradtam, és akkor tulajdonképpen a lelkipásztor voltam. És aztán utána egy másik lelkésszel szolgáltam együtt még 2,5 évet. Értem. Tehát akkor egy hatalmas nagy gyülekezetbe kellett szinte kezdened a szolgálatot, mert az vagy valóban vagy 500 tagú az a gyülekezet. Igen, a debreceni gyülekezetben kezdtem a szolgálatomat, és ahogy mondtam, az egy óriási áldás volt az én számomra, mert tulajdonképpen, amivel egy lelkipásztor találkozik, én mindennel találkoztam. Tehát, hogy a jó oldalával bemerítettem, jegyes oktatásban részt vettem, házasságkötésekben részt vettem, aztán a nehezebb oldalával, amikor temetéseken szolgáltam, vagy még nehezebb rész volt az, amikor láttam embereknek a házasságát válságban. Úgyhogy hála Istennek mindenbe beleláthattam, úgyhogy közben folyamatosan volt kitől tanácsot kérnem. Igen, meg azért nem is könnyű egy ilyen nagy gyülekezetet
koordinálni, tehát vezetni. Sokszor az az érzésem, hogy egy kisebbet nehezebb, mint a nagyot. Igen? Igen, mert a nagy gyülekezetben felmegy az ember a szószékre, és ott látja az 500 ember, és ő is látja az 500 embert, és valahogy hogy ez úgy nem is tudom, talán úgy másabb. Míg egy 20 tagú gyülekezetben, ahol mondjuk most vagyunk Szadán, egy 30 tagú gyülekezet, ott úgy van, hogy felmegyek, igét hirdetek, de hogy a testvérekkel az ige hirdetés után megvitatjuk az ige hirdetést esetleg. Hogyha valami kérdés volt, akkor fel lehet tenni a kérdést. Hát Debrecenben ezt nem lehetett megtenni. Hát 500 ember kérdez, akkor sose vagyunk haza. Úgyhogy ott az kicsit másabb jellegű volt. Itt sokkal közvetlenebb a családiasabb. Tehát itt látják az életünket nagyon közelről. Mindenki látja az életünket. Tehát amikor felmegyünk a szószékre, akkor azt tudják, hogy hát Benyámin az így neveli a három lányát, és akkor az így van. Tehát, hogy akkor még egy 500 tagú gyülekezetben lehet, hogy 100 látja az életemet, de a másik 400 ember, ők nem tudják, hogy mi van. Igen, de még hát kiskorúak a gyermekei, tehát még elég sok tennivaló van a körül is. Tehát... Igen, még nekünk kicsik a lányok. Igen. 7 éves Bítia, 6 éves lesz jövőre Benita, még csak 5 éves, igen. És Berenike pedig 4 lesz. Ja, akkor sorra szinte évenként majdnem jöttek. Igen, nincs másfél év közöttük. Igen, az én gyermekeim között 3 év volt, és akkor úgy jöttek. 12 évig volt Gyesen a nejem, úgyhogy... Hú, az hosszú idő. Igen. Hát de volt sajnos még azon kívül is, ahol, amikor hát egy gyermekünk meghalt, hát ilyen orvosi műhiba miatt, úgyhogy. Az van a szívemben még, hogy amikor hát ott befejeződött a szolgálat, akkor ide kerültetek Veresegyháza, Szada, ez a második állomás. Helyetek, ahol szolgáltok? Igen. Engem több helyre hívtak gyülekezetbe szolgálni, és hát gondolkoztunk, kibátkoztunk, és végül úgy láttuk, és úgy látjuk most is, hogy Isten akarata az volt, hogy ide kerüljük. Nagyon szeretjük a Szadait, a veresi gyülekezetet is, úgyhogy abszolút jól érezzük magunkat. Én ki fogom fújni az orromat, hogyha nem gond. És nagyon jól érezzük magunkat. Bocsánat, a megfázásommal küszködöm. És hát ugye nálunk tulajdonképpen több gyülekezetbe meghívtak. Volt érdeklődés, volt egy időszak, amikor nem úgy gondoltuk, hogy a helyünk az abszolút hosszú időre Debrecenben van. Aztán Isten... Éppen ma hallgattam egy izgalmas előadást, ami arról szólt, hogy Isten megenged az ember életében olyan helyzeteket, amikor úgy érezze, hogy lezárult vagy bezárult egy időszak. És nálunk ez volt Debrecenben, hogy úgy éreztük, hogy bezárult. Van egy ige, egy másik ige, ami nagyon meghatároz engem. Valamelyik születésnapomon édesapám azt az igét olvasta fel, hogy feszítsd ki jó erősen, hogy is van ez, feszítsd ki jó erősen a sátor, szövegeket? Igen. Most nem tudom szó szerint idézni. És hogy azért imádkozott, hogy a határaink azok szélesedjenek. Igen, és nagyon gondolkoztunk ezen, és én is nagyon sokat gondolkoztam rajta. És azt látom, hogy Isten folyamatosan új és új lehetőségeket adott az életünkben. Kicsin kellett hűnek lenni mindig, és aztán új kihívások érkeztek. Tehát a hívő ember életében én azt gondolom, hogy a növekedést az a kihívás mértékével változik. Tehát a növekedés az nem kényelmesebb helyzetet jelent, hanem nagyobb feladatot a keresztény életben. Igen. És aztán Debrecenben úgy éreztem, meg ezt némelyek éreztették is, hogy ott ezek a lehetőségek már némelyeknek túl sok volt, amiben benne voltam,
És akkor tulajdonképpen éreztük, hogy ott ez lezárult. És meghívtak Szadára, Veresegyházra, elmondtam, hogy én úgy érzem, hogy van több terület, ahol Isten hív, és szeretne még használni engem. Ifjúsági misszió, gyerekvédelem, akkor tanítás, és hogy persze a legfontosabb a lelkipásztorkodás az identitásom Igen. tekintetében. Igen. És ezt elmondtam Szadán, amikor megérkeztem, és Veresegyházon is, és a testvérek azt mondták, hogy jó, Benyámin így is kell, és így is szeretettel várjuk. És mind a mai napig ehhez a megegyezéshez tartjuk magunkat, hogy csinálhatok több dolgot a lelkipásztori feladataim mellett, de a gyülekezet is tudja, én is tudom, hogy az a fő szolgálatunk, a fő szolgálata az életemnek. És tulajdonképpen így érkeztem Igen, ide. és hát itt szeretném megkérdezni, mert hát úgy tudom, hogy a baptista egyház is megválasztott egy ifjúsági pásztornak. Igen, az a... Hogyha erről is mondanál néhány dolgot. Igen, az a kiváltságos helyzet állt elő, hogy most már 5. éve lehetek én a Magyarországi Baptista Ifjúsági Missziónak Igen. a vezetője, és hát ez alatt az 5 év alatt azt éltem át, hogy az ifjúsági missziónak a határai szélesednek. Új szolgálati területek indultak, Isten új dolgokat kezdett el kibontani, és ez tehát hogy itt félreértés ne essék, ez nem mind az én érdemem, hanem hogy én azt láttam, hogy jöttek tehetséges fiatalok, evangelizációs csapat indult el, akik ma már képzéseket tartanak az ország különféle pontjain. Fiatalokat lelkesítenek és motiválnak arra, hogy az evangéliumot megosszák. Ifjúsági vezetőképzők bővült. Jönnek más egyházból megkérdezni, hogy mi hogy csináljuk, mit csinálunk. Szeretnék megtudni, hogy ők is valahogy ezen a területen fejlődjenek. A nemzetközi területen is nyíltak új lehetőségek. És mindezt, amikor most visszanézek, és éppen ezt tettük meg tegnap, hogy visszanéztünk, akkor azt láttuk, hogy ez nem a mi érdemünk, hanem ez az Isten kegyelme, hogy az Isten lehetőségeket ad nekünk, és ezekkel a lehetőségekkel, ha jól élünk, akkor újabb lehetőségeink lesznek. És azt gondolom, hogy így éltünk az ifjúsági misszióban, és ma már a fiatal házasok felé, a egyedülálló fiatal felnőttek felé, a tinik felé, a konferenciák felé, a budapestiek felé, tehát a Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszió sítábort szervez, tehát nagyon sok dolgot csinálunk, és az az áldás ért engem, és azt gondolom, hogy az egész közösségünket, hogy nagyon tehetséges emberek vannak körülöttünk, akik sokkal több dologra képesek az Isten bennük működő ereje által, mint amit ők gondolnak, vagy amit terveznek, és nagyon sok dolgot Isten rajtuk keresztül visz véghez. Úgyhogy én nagyon hát most azt mondjam így, hogy nagyon hálás vagyok, és nagyon büszke vagyok azokra az emberekre, akiket magam körül láthatok szolgálni. Olyan jó látni azt, ahogy szenvedélyesen teszik a dolgukat, és ez nem azt jelenti, hogy mindig a színpadon állnak és ugrálnak, Igen. hanem azt jelenti, hogy sokszor oda mennek és elmosogatnak, és ezt is azért csinálják, hogy minden rendben legyen, hogy a ifi vezetők fejlődjenek. Én nagyon becsülöm azokat az embereket, akik ott vannak körülöttünk, és nagyon tehetségesnek tartom őket szervezésben, a kommunikációban, a tanításban, és bizonyos területeken azt gondolom mindenki szinte, tehát nem is szinte, tehát mindenki a maga területén kiváló. Igen, az előbbi mondásodra jutott eszembe, hogy ez a sátornak a kiszélesítéséről beszéltél, és az jutott eszembe, nem tudom, hogy ismered-e Reinhard Bonnkit. Igen. Igen. Na hát ő kezdte el Afrikába egy nagy missziót, és egyre nagyobb sátra volt, már a világon a legnagyobb, de az sem volt elég, és a végén olyan területeken, ahol hát 1 millió vagy 1,5 millió ember is összejött, és nagy kivetítők hangszórókkal el tudták érni az embereket, és hát tudomásom szerint 72 millió
regisztrált ember, aki befogadta az Urat rajta keresztül. Tehát. Dicsőség Istennek! Na hát csak azért, mert ez is egy nagyon jó kezdet, ami a te életedben elkezdődött, és hogy te is egy ifjúsági pásztor vagy, és olyan értelemben, hogy tehát az egyháznak, és ezt tudod munkálni, és Isten, amiben vezet, ki fogja szélesíteni azt a területet, amit oda akar adni, tehát az egyházban. Így legyen. A ti számotokra. Így legyen. Még azt szeretném kérdezni, hogy volt-e az életetekben olyan nehéz próba vagy probléma, amin hát az Úr átsegített, de nem volt könnyű megélni esetleg, hogyha ilyet meg tudnál osztani? Hát azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak van, ilyen, igen. Ilyen nagyon nehéz próbák és nagyon nehéz időszakok. Kedves nézők, hogy sokszor nagyon figyelnek ilyen dolgokra, hogy mi hát lelkipásztorok vagy olyan módon, hát úgy gondoljuk, ha Istenben bízunk, hogy nem érhetnek problémák, bajok, de minket is érhetnek, és hogy hát hogyan van velünk, és hogyan tudjuk ezt megélni, és ezért jó, hogyha hallanak ilyenről. Igen, igen. Hát ugye az, hogy Istenben hiszünk, és Krisztusban bízunk, és az, hogy a Szentlélek vagy Szent Szellem vezet bennünket, ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek problémáink, hanem azt jelenti, hogy lesznek, lesz mindig, aki győzelemre vezet bennünket, ezek fölött, a problémák fölött, és megőrzi a békességünket, az életünket. A legnehezebb időszaka az életünknek az volt, amikor Debrecenből eljöttünk. Ez egy nehéz időszaka volt. Sokféle dolgot mondtak, sokféle dolog előkerült, és valahogy ez úgy nagyon mélyen érintett engem is, és nagyon sok mindent magamra vettem ebből. Ezt ott nagyon nehezen éltem meg, ezt az időszakot, és mindeközben pedig volt egy nagyon erős ragaszkodásom a debreceni gyülekezethez, amit úgy éltem meg, hogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog volt, de hogy nagyon, nagyon nehéz volt elszakadni, vagy leválni a gyülekezetről. Hát valahol az a gyülekezet, az mindig is egy ilyen különleges, azt gondolom, az összes gyülekezet ilyen különleges helyet fog majd. Igen, különböző így van, módon. Életszakaszokhoz kapcsolódóan, igen. És akkor, ahogy eljöttünk Debrecenből, akkor volt egy nagyon nehéz időszaka a családunknak, mert hogy a lányaink szadán kezdtek el Lviva járni, és nagyon nehezen illeszkedtek be, ott nagyon nehezen találták meg a kis közegüket, és amikor hazajöttek, akkor sírtak, kérdezték, hogy mikor megyünk vissza Debrecenbe, akkor Barbie is sírt. Nagyon nehéz volt, és úgy éreztem, hogy hát tönkreteszem a családomat, rossz irányba viszem a családomat, és nem értettem, hogy Isten, hát úgy éreztem, úgy tudtam, hogy ide hívsz, hogy ez az, akkor miért ilyen nehéz? Miért ilyen nehéz? És miért kell azt látnom, hogy a lányaim szenvednek, hogy a feleségem küszködik? Miért? És a szadai és a veresi gyülekezetben nagyon szerettek bennünket, nem rajtuk múlt ez a dolog, hanem hogy sokkal inkább egy ilyen belső harcban voltunk. És nekem nagyon sokat segített az, hogy Isten folyamatosan bátorított, embereket küldött mellém. Szerintem a Biblia legszomorúbb mondata az, amikor azt mondja a béna, hogy nekem nincs emberem. A Biblia legszomorúbb mondata, amikor nincs, azt mondja, hogy nincs emberem. És nekem nagyon hálás vagyok, hogy ebben a nehéz időszakban volt emberem. Nekem nagyon sokat segített Heizer Tamás, nagyon sokat segítettek a barátaim abban, hogy ezt az egész folyamatot fel tudjam dolgozni. És szembe tudjak nézni azzal, hogy mik is azok az érzések, amik megjelennek bennem. A valódi nehézség az volt, csak hogy érzékeltessem, hogy Debrecenben az utolsó héten, amikor ott voltunk, én mentem a lányomért, Oviba, Benitáért, a középsőért, és Benita különösen is ilyen ragaszkodó kislány, és van egy barátnő, akit úgy hívnak, hogy Kira. És
mondta Barbie nekem, hogy hát beállítanak, nagyon nehéz lesz az átállás, mert hogy királytól majd úgy elválik, és hogy de hát királyhoz ő úgy ragaszkodik, hogy az. És én nem hittem el. És akkor elmentem érte az oviba, így az utolsó héten, amikor ott voltunk, és akkor kérdezte tőlem hazafelé úton, hogy lesz a költözés, és ott szembesültem azzal, hogy Benitának mekkora törés az, hogy a kis barátnőjét ott kell hagynia, annyira Igen. ragaszkodik hozzá. Tehát Benita egy ilyen nagyon ragaszkodó gyerkőc, és nagyon nehéz volt, amikor ide költöztünk, és azt láttam, hogy a gyerekeim egyedül játszanak, és nincs kivel játszani, nincsenek barátok. Azt láttam, hogy ez nagyon nehéz, és nem tudtam ezt az egész dolgot jól kezelni. Aztán nagyon nehéz volt, hogy a megszokott ritmusból, amit éltünk Debrecenben, egyszer csak kiléptünk, és így azt éreztük, hogy szétfolynak a napjaink, nincs meg az a ritmus, nincs meg hát ez a kellő koncentráltság, ami megvolt. És akkor úgy nagyon nehéz volt, hogy hát ez jót akar Isten, de hogy ez jó terv, és hogy mi hasznára leszünk a gyülekezetnek. Nem is értettük, nem is láttuk. És nagyon sokat bátorítottak, és akkor az egyik ige az arról szólt, amit a Bírák könyvében olvasunk, hogy ez volt az elhívási igém Szadára és Veresegyházra, hogy menj és a te erőddel szabadíts meg őket, hogy Isten engem akar felhasználni ebben. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak volt, és ahogy kitartottunk, ahogy Isten megerősített, nagyon sokat tanultunk róla és magunkról is. Köszönöm. Hát nagyon elszaladt az időnk. Talán röviden, ha tudnál szólni arról, hogy mi a szívedben az ébredéssel kapcsolatban a látásod vagy elgondolásod. Van egy könyv, amit az utóbbi időben többször átolvastam már. Ez egy nagyon vékony kis könyv, az a címe, hogy az ébredéshez vezető út, azt hiszem Finney írta, és valamikor a 18.-19. században Hát az nagyon. keletkezhetett, de hogy van benne egy nagyon fontos dolog, ez pedig az, hogy az ébredésnél az egyik akadály az hogy a hívők életében sokféle megtört bűn van, és az egyik bűn ezek között az a halogatás. Sose gondoltam erre még így, de hogy pont ma, hogy ide érkeztem, a rádióban volt egy ilyen beszélgetés, hogy mi magyarok mennyire hajlamosak vagyunk a halogatásra. Úgyhogy ha az ébredéssel kapcsolatban röviden meg kell mondanom, hogy mit gondolok, akkor azt gondolom, hogy a halogatás, a tétlenség, nek a legyőzése azért, hogy a Krisztusról szóló örömhír az emberekhez eljusson. Amikor az ébredést hallom, akkor nekem ez jut az eszembe. Köszönöm szépen. Most megkérnélek, hogy imádkozással fejezzük be az alkalmat, és először téged kérnélek, hogy imádkozzál. Jó. Mindenható Istenem, köszönöm azt, hogy beszélgethetünk. Köszönöm azt, hogy az egész életem, amit leélhettem már, és ami még előttem van, az a te kezedben van. Köszönöm, hogy minden, amik van, azt tőled kaptuk, és arra kaptuk, hogy használjuk a te dicsőségedre. Szeretnénk, Uram, így élni a te dicsőségedre és mások javára, hogy mások életében pozitív változásokat mozdítsunk elő, és hisszük, tudjuk, hogy a legpozitívabb változás az az újjászületés, ami nem magától történik, hanem amit te munkálsz, a te lelked által, és köszönjük, hogy ez ma egy élő valóság lehet, és megtörténhet. Azért imádkozom, hogy akik a beszélgetést nézik, hallgatják, akik gondolkoznak, hadd éljék át ezt a fantasztikus dolgot, hogy hitre juthatnak, hogy megérthetik, hogy a veled való kapcsolat az nem egy elvon dolog, hanem nagyon is gyakorlati, és nagyon is sok mindent megváltoztat az ember életében, gondolkodásában, családjában, helyre tesz dolgokat, helyreállít problémákat. Köszönöm Istenem, hogy tapasztalhatom és láthatom ezt, és köszönöm azt, hogy ilyen fantasztikus Isten vagy, aki így lehajolsz hozzánk újra és újra, és megerősítesz minket, és amikor bukdácsolunk, akkor sem elsöpörsz, vagy félresöpörsz az útból, hanem felállítasz. Hálásak vagyunk ezért. Amen. Amen. Úr Jézus, áldom és magasztalom a te drága nevedet, azért, hogy most is előtted állhattunk és elmondhattuk életünk
különböző pontjait, történetét. Köszönöm a fiatal testvért, aki elfogadta a meghívást, és köszönöm, Uram, az ő életét is, hogy oda szentelte a te oltárodra. Kérünk téged, Uram, hogy hagyd tudjunk mindenkor hűségesen megmaradni te melletted, és tudjuk valóban nem halogatni a mi életünkben mindazt, amit te el akarsz végezni, és amit szeretnél, hogy elmondjunk másoknak. Kérünk téged, Uram, hogy adj erre lehetőséget, hogy minél több embernek el tudjuk mondani azt a bizonságot, amit mi életünkben is elvégeztél, és velünk vagy, és megtartasz. Köszönjük neked, Uram, mindent, amit elvehetünk a te kezeidből, és áldunk téged azért, Uram, hogy imádhatunk téged, hogy el akarod hozni az ébredést, hogy akkor akarsz eljönni, mikor nagyon sok ember el tud fogadni téged. Köszönjük neked ezt a lehetőséget. Az Úr Jézus nevében hallgassál meg, Atyám. Amen. Amen. Megköszönöm a kedves televízió nézőknek, hogy minket választottak, és kívánom, hogy az önök életében is hadd legyen valósággá mindaz, amit hallottak is erről mi életünkben is, és kívánom, hogy Isten áldja meg önök életét a viszontlátásra.